munkaerőfejlesztés, akár 18 hónapon át részesülhetnek támogatásban a hazai vállalkozások. Erre mintegy 70 milliárd forint áll rendelkezésre. Lúnyai Szobor Tuzséron, Borbás Márton szobrászművész bronzból készült egész alakos alkotását a Lúnyai kastély közelében kialakított parkban helyezték el. Bronzérmesek lettek, a harmadik helyen zárta a bajnokságot az NB1-ben, és ezzel sporttörténelmet írt az A Stúdió futsal Nyíregyháza. Mikro- és kisvállalkozások, középvállalkozások mellett a nagyvállalatok is pályázhatnak a munkaerőfejlesztésre a 2027-ig tartó GINOP Plus projekt keretében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntjük Önöket! A 70 milliárd forintos keretösszegből a munkavállalók akár 18 hónapon keresztül részesülhetnek bértámogatásban és szakmai képzésekben. A pályázat részleteivel kapcsolatban a Vármegyei Kormányhivatal munkatársai fórumot tartottak Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal által szervezett rendezvényre olyan vállalkozókat és munkavállalókat hívtak meg, akik már aktív szereplői a munkaerőpiacnak. Ezúttal nem a munkaerőpiacra való bevonás, hanem a munkaerőfejlesztés volt a fórum célja. Alapjában véve cégeket kerestünk meg Nyíregyháza és térségében, mert hogy olyan pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek a cégeknek a speciális képzési igényeire nyújtanak segítséget. Ennek része egy foglalkoztatási támogatás is egyébként a korábbi konstrukciókkal ellentétben, tehát itt kifejezetten azoknak a cégeknek és a cégekkel munkaviszonyban álló munkavállalóknak szól a program, akik már valahol dolgoznak, és akiknek a munkai továbbképzése ezáltal lesz biztosítható. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a vármegye székhelyt kevésbé veszélyezteti a fiatalok elvándorlása, mint a többi vármegyei települést, de a bérek más vármegye székhelyekkel összehasonlítva Nyíregyházán alacsonyabbak, ezért szükség van a versenyképesség javítására. Egyrészt a cégek versenyképességének a javítását szolgálja, a magasabb képzett dolgozóik vannak. A dolgozók számára persze ez magasabb bért is jelent, de erre akkor kerülhet sor, hogyha a cégeknek olyan megrendelései vannak, tehát így zárul a kör. Én azt remélem, hogy ez itt Nyíregyházán nagyon sokat fog jelenteni, mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. Bár sokan félnek attól, hogy a túlképzett munkaerő elhagyja az őt fejlesztő munkáltatót, Soltész Attila szerint a szakképzetlen munkaerő nagyobb kockázatot jelent egy vállalkozás hatékonyságára nézve. Az ügyvezető az elsők között csatlakozott a programhoz, és tapasztalatait megosztotta a közönséggel is. Nekünk nagyon sikeres ez a program. Az oktatást, a belső képzést azt már egy kisméretű cég sem tudja nélkülözni, nem hogy a mi 105 fős cégünk. Mi Office, Lean, CAM, targoncakezelő, darukezelő képzést vettünk igénybe, és nagyon tanulságos egyébként az egész folyamatnak az eredménye. Mindenképpen igényli azt, hogy a felső vezetés meggyőződjön arról, hogy ténylegesen aktívan részt vesznek, még akkor is, amikor a számítógép mellett ülnek a dolgozók. Nyilván képzése válogatja, de egy középvállalat kénytelen fejlődni annak érdekében, hogy a hatékonyságot növelje. A GINOP Plus program keretében a munkavállalók egyebek mellett bértámogatásban, szakirányú, informatikai vagy idegen nyelvi képzésben részesülhetnek 18 hónapon keresztül. A makro, kis és középvállalkozások 75, a nagyvállalatok maximum 150 millió forint támogatást igényelhetnek. A projekt 2027. október 31-éig nyújt segítséget a munkavállalóknak. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletekről bővebben a munka.hu oldalról tájékozódhatnak az érdeklődők. Az önkormányzatok és Európa jövőjével foglalkozó ifjúsági közéleti eseményt rendeztek Pócs Petriben. A rendezvény előtti sajtótájékoztatón Mencer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, egy létfontosságú választás előtt állunk. A kérdés az az, hogy háború felé megyünk, vagy béke felé. Ami ma Brüsszelben történik, az nem európai érdek. Ma a brüsszeli politikusok nem a békét építik, hanem a háborút, és nem európai jólétén dolgoznak, hanem az életszínvonalat minden döntésükkel rombolják. Ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelben változás kell, és olyan politikusokat kell küldeni, akik valóban az európai érdeket és a magyar érdeket képviselik, ami pedig egészen egyértelműen a béke. Ugyanis a háborúban mindent elveszíthetünk, és el is veszítünk.
éppen azért a háborúból ki kell maradni, a háború pártjakat pedig a június 9-i választáson le kell győzni Magyarországon és a többi európai országban is. Emlékparkot adtak át Paszabon. A Nemzeti Összetartozás parkjában életfa áll, amelyben Nagy Magyarország 64 vármegyéjét jelképező levelek helyezkednek el. A beruházást a vidékfejlesztési programban nyert közel 5,5 millió forintos támogatásból finanszírozta az önkormányzat. A helyi általános iskolások műsorával indult az emlékpark átadás Paszabon. A Nemzeti Összetartozás parkjában életfát és emlékművet is állítatott a község vezetése. Az emlékhely kialakítására a vidékfejlesztési programból nyert közel 5,5 millió forintos támogatást az önkormányzat, amelyet mintegy 1,5 millió forintos önerővel egészítettek ki. A településnek a jövőjét, illetve a múltját is megpróbáltuk úgy, hogy a gyermekek is tudják azt, hogy mit jelent az összetartozás, miért van rajta 64 levél, hiszen 64 vármegyét jelképez, amilyen a régi Nagy Magyarországnál volt, illetve az emlékmű azért, hogy itt nyitott történelem órákat is tudnak tartani majd a pedagógusok, hiszen itt el tudják mondani azt, hogy miért, milyen is volt a Nagy Magyarország a trianoni békeszerződés előtt. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezve, a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította 2010-ben az országgyűlés június 4-ét. A Nemzeti Összetartozás parkja azt jelenti az én szemembe, hogy összetartozunk, éljen bárhol a magyarságnak a képviselője a világon. Az életfa azt jelképezi, hogy élni akarunk, és az emlékmű pedig az emlékezés fontosságára, hogy ezt az emléket át kell adni a generációknak, a fiatal generációknak, és tudniuk kell, hogy mi sohasem hátrálunk meg, és a magyar nemzeti érdekek alapján teremtünk egy élhető, fejlődő országot. Az eseményen Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a nemzeti összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év bizonyította azt, hogy mi nem csak a magyarországi magyarokban gondolkozunk, hanem minden magyarban egységes nemzetként fogjuk fel a magyarságot itt a Kárpát-medencében, illetve a nagyvilágban. És ha célokat fogalmazunk meg, akkor ezeket a célokat közösen fogalmazzuk meg, és az eredményeket is közösen érjük el. Nincs olyan települése, nincs olyan magyarok által lakott települése a Kárpát-medencének, vagy magyar közösségek bárhol a nagyvilágban, akik ebbe a nemzeti összetartozásba az elmúlt időszakban ne tudtak volna bekapcsolódni, és ahol ne lennének ennek a nemzetpolitikának kézzel fogható eredményei. A parkban elhelyezett életfa Berec István Ibrányi fafaragó művész alkotása, az emlékművet pedig a Nyírmárvány Kft. Felajánlásával állíttatta az önkormányzat. Az Országos Jótékonysági Vadászat 2019 óta segíti az ország kórházainak gyermekosztályait. Az 5. jótékonysági vadászatnak december 31-e volt a napja, valójában azonban egy egész éves gyűjtés eredménye az az adomány, amelyet csütörtökön adtak át. 2023-ban 42 vadászati helyszínen, mind a 19 vármegyében szerveződött program. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 4 helyszínen, Vásárosnaményban, Napkoron, Kömörön és Demecserben fogtak össze a vadászok, hogy összegyűjtsék a második legnagyobb adományt az országban. A megyei aktivitás arányában, ez igaz a vadászaton való részvételre és a támogatásokra is, létrejöttek azok a keretösszegek, amelyekből adományt tudtunk az egyes kórházakhoz nyújtani. Szám szerint 23 kórház kap támogatást az idei évben, és a Jósa András kórházban 4,1 millió forintos összegben tudtunk hiánypótló orvosi eszközöket vásárolni. Az első készülék, ami a legértékesebb mindközül, egy köhögtetőgép, ami 3,5 millió forint környéki összegre rúg. Ez egy olyan eszköz, ami elsősorban az intenzív osztályon ápolt kisbetegeknek a légzését könnyíti, olyan gyerekekét, akik légzési elégtelenséggel vagy súlyos légzészavarral bírnak, vagy olyan betegségben, krónikus betegségben szenvednek, ami az izom erejüket, az izom munkájukat gyengíti.
ezeknek a betegeknek a megfelelő kezeléséhez, a kezelés kiegészítéséhez, illetve az életminőségük javításához tud nagyban hozzájárulni ez a készülék. Illetve két olyan eszközt vásároltunk még a maradék pénzből, amik a kisbetegeknek elsősorban a gyermeksebészeti részlegen a műtét előtti utáni megfigyelésüket, szoros obszervációjukat biztosítja, méri a vér oxigén szintjét, illetve méri a pulzusukat, és ezeknek a betegeknek a szoros megfigyelésében nagy segítség a szakszemélyzet számára. Lónyai Menyhért szobrot avattak Tuzséron. A hazáját pénzügyminiszterként, majd 1871-től 72-ig miniszterelnökként szolgáló politikus több szálon kötődött a településhez. Borbás Márton szobrászművész bronzból készült egész alakos alkotását a Lónyai kastély közelében kialakított parkban helyezték el. Elindultam szép hazámból. Ünnepség Tuzséron. A településen Lónyai Menyhért szobrának avatására gyűltek össze a helyiek és a meghívottak. A falu, a református egyház és a lónyaiak élete évszázadokon keresztül összefonódott. A községben a család kastélyt is építtetett, a most elkészült szobor pedig az épület közelében kapott helyet. A település polgármestere elmondta, a köztéri alkotás avatása méltó lezárása annak a programsorozatnak, amely 2022-ben Lónyai születésének 200. évfordulóján indult. Pénzügyminisztérium felé olyan kérelmünk volt, mivel híres személyisége volt a minisztériumnak pénzügyminiszterként, hogy egy egész alakos Lónyai Menyhért szobrot állíthassunk fel. A település Lónyai kastélyától néhány méterre egy olyan ingatlanon, amin egyébként szintén egy romos épület volt megtalálható, és a Lónyai emlékévnek köszönhetően meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlant, és Lónyai Parknak tudtuk elnevezni, és itt került felállításra a mostani szobor. Az ünnepségre több lónyai leszármazottat is meghívtak. A nagyanyám volt lónyai lány, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen felemelő és szép emlékévet, ami két évig tartott az emlékévet, szervezett a tuzséri önkormányzat, és megtisztelt engem is, hogy vegyek részt, a legtöbb rendezvényen ott voltam. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, a politikus a kiegyezés után számos fontos posztot töltött be. Pénzügyminiszterből az ország első számú embere lett. Lónyai Menyhért nem csak szűkebb hazájáért, hanem az ország felemelkedéséért is sokat tett. Minden szoborállítás ünnepi és emelkedett pillanat, de különösképpen Lónyai Menyhért szobra, hiszen igazán a település sajátjának, illetve a mai Szabolcs-Szatmár vármegyei sajátjának érezheti az ő államférfiú nagyságát. Megyeház előtt már évtizedek óta áll az ő mellszobra. A térség számos településének történetéhez kötődnek a lónyaiak. A család legismertebb tagja pedig politikai pályáján túl több területen alkotott maradandót. Lónyai Menyhért nevéhez köthető a Tisza szabályozása is térségünkben. Miután visszatér az emigrációból, mikor kegyelmet kap a 48-49-es forradalmi szabadságharc után, akkor kényszer lakhelyért jelölik ki Tuzsért. Nagyon jól érzi magát itt a gróf, hogy utána a központi székhely is ezen a településen lesz. A lónyai tér kialakításához és a szobor megalkotásához a pénzügyminisztérium 32 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzatnak, emellett a Magyar Falu programban nyert forrás is segítette a beruházást. Én is szeretnék köszönetet mondani országgyűlési képviselőnek, polgármesterónak, a közalapítványnak, a szobor megalkotójának és a község valamennyi lakójának, akik segítettek abban, hogy ez a szobor létrejöhetett, és ezzel méltó lezárást adott a Lónyai 200 emlékévnek. Az élethű, egész alakos bronzszobor megalkotásában Borbás Márton szobrászművészt korabeli litográfiás eljárással készült képek segítették.
A baloldali kör önkormányzati képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet is indít a június 9-i választáson Nyíregyházán. Jelentette be sajtótájékoztatóján Nagy László, a baloldali kör polgármesterjelöltje. Nagy László a párt programpontjai közül a kis- és középvállalkozók támogatását, valamint a lakhatási problémák megoldását tartja a legfontosabbnak. Én azt gondolom, hogy a városnak van komoly tartozása a panelprogramnak a folytatásában, van komoly tartozása a adóterheknek a felülvizsgálatában, hiszen azt látjuk, hogy a kis- és középvállalkozások mintha háttérbe szorultak volna az elmúlt időszakban, szemben a multinacionális cégekkel, vállalatokkal, és azt gondolom, hogy a harmadik programpontként, amit szeretnék erősen kiemelni, az a idősek, illetve a fiatalok. A Keren Heist Hungária Alapítvány, a Mazsi Hisz és egyéb társszervezetek pódiumbeszélgetésekkel és kiállításokkal tarkított programsorozatot szerveztek Nyíregyházán. A rendezvény célja az volt, hogy emlékeztesse a közönséget a 80 évvel ezelőtt történtekre, a holokauszt borzalmaira. Képes lettem volna-e én a tengerként hullámzó gyűlölet közepén, a világ összeomlása és égése láttán elbújtatni egy másik idegen embert? Írja Heim Heffer. A kiállítás anyagát és a kétnapos programsorozatot tekintve talán mindenkiben megfogalmazódik hasonló gondolat. Ilyen méretben, kifejezetten arra törekedve, hogy ipari módszerekkel kiirtsanak egy kisebbséget, egy népet, ez nem fordult elő a történelemben. Nagyon sok népirtás volt a történelemben, de ilyen megfontolt, alapos népirtás, ami ekkora méreteket öltött, ilyen nem volt. Gondoljon bele abba, hogy Európában a második világháború előtt 10 millió zsidó élt. Ez körülbelül akkora, mint Magyarországnak a lakossága. Ebből 6 millió embert ipari módszerekkel megöltek. Erre nincs példa. Gyakorlatilag olyan, mintha egy népnek a 60%-át kiirtanák. A diplomáciai és elnöki beszédek sorában Sesták Oszkár is megszólította a közönséget, felidézve saját gyermekkori emlékeit a zsidó-keresztény együttélés tükrében. Egy nagyon szép és jó együttműlés volt. Nekem a szüleimtől, nagyszüleimtől is ilyen emlékeim vannak, amiket ők átadtak. Sajnos ez egy tragikus és megbocsáthatatlan büntet szakította ketté a holokauszt. Tehát erre emlékeztünk és emlékeznünk kell minden egyes alkalommal. Ugyanakkor viszont ez remélhetőleg új kezdeményezéseket is jelent számunkra, mint ez a mostani alkalom, amely jobban megismerteti a zsidó kultúrát a mai magyarországi közönséggel, élőbbé teszi a kapcsolatokat a két nép között, amelynek a sorsában vannak hasonlóságok. A reformáció prédikátorai nem hiába hasonlították az akkori magyarság sorsát, a tört hódoltság által végveszélybe sorolt magyarság sorsát a zsidósághoz. Ez egy olyan közös kiinduló pont, amely a 24. század kihívása is figyelmeztet bennünket, hogy milyen veszélyek fenyegetik változatlanul a zsidó-keresztény örökségünket. A kétnapos rendezvény kiállításai Szenes Hannát, mint női hőst, és Karl Lutz, svájci diplomatát helyezik előtérbe. Birman Morán, misszióvezető helyettes elmondta, a 2023. október 7-én történtek még inkább felhívják a figyelmet a holokauszt borzalmaira. Ebben az időszakban, amikor az október 7-i események után azt látjuk, hogy Izrael, illetve a zsidó nép egy olyan támadást szenvedett el, ami nem történt meg a holokauszt óta, még inkább fontos annak az említése, hogy még mindig létezik az antiszemitizmus, és nagyon fontos erre felhívni a figyelmet. A rendezvény zárásaként jótékonysági aukciót tartottak a terrortámadás miatt árván maradt gyermekek megsegítésére. A harmadik helyen zárta a bajnokságot az NB1-ben, és ezzel sporttörténelmet írt az A Studio Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese a bronz párharcban 3-1-re múlta felül a Berettyó Újfalut. Az aranyérmet a Haladás VS-e szerezte meg, a második helyen pedig a Kecskemét végzett. A Nyírbátori SC a 7. helyen zárta az idényt a Futsal NB1-ben.
Az esélytelenek nyugalmával vágott neki a bronzpártharcnak a Nyíregyháza az elmúlt évek meghatározó csapatának számító Berettyó Újfalu ellen. Ehhez képest az első meccsen 3-3-as döntetlen után 6 méteresekkel elvette a pálya előnyt Lovas Norbert együttese. A második mérkőzést 5-1-re nyerték a Continental Arénában öreg lakiék, majd következett egy 7-2-es idegenbeli vereség. A harmadik hely sorsa hétfőn dőlt el, a negyedik meccsen 5-3-ra nyert az A-stúdió, lezárva ezzel a párharcot. Nagyon örülünk ennek a teljesítménynek, hogy ez így kijött belőlünk, és meg tudtuk venni a Berettyóújfalut, amit tényleg tehát szakmán belül se gondolt senki, hogy mi itt képesek leszünk erre. Viszont az első meccsen ez a büntető párbajos győzelem az nagyon sokat segített ebben, és a második meccsen itthon pedig egy, nem mondom azt, hogy álomjátékkal, de egy nagyon-nagyon nagy győzelmet arattunk. Azután volt az a nagy arányú vereség, de az egyébként benne volt a pakliba, mert nem voltunk még ilyen helyzetben, kisárgultunk, újabb sérültek lettek, és nagyon elfogytunk. Viszont az utolsó meccsen, hétfőn, a negyedik mérkőzésen ott aztán mindenki mindent beladott, és szerencsénk volt, és ott egyébként szerintem azon a meccsen játszottunk a legjobban. Remek kapus teljesítmények voltak ezen a bronzcsatában mindegyik mérkőzésen, és ezért is tudtuk ezt a bronzérmet megszerezni. A nyíregyháziak az alapszakaszt az 5. helyen zárták, a felsőházi rájátszást a 4. helyen fejezték be, az éremért kiírt párharcban pedig ismét léptek egyet előre. Meg volt fogalmazva egy reális cél bajnokság előtt, hogy a felsőházba jussunk. Ahogy ez megtörtént, utána újabb reális célt tűztek ki a vezetők. Ott pedig a 4. hely megszerzése volt, mivel ezt is teljesítettük, ezért nem mondták ki, de bíztak abban, hogy mindenki átérzi ennek a fontosságát és a jelentőségét is, hogy tényleg történelmet tudunk írni, és szerencsére ezt megtettük, és nagyon boldogok vagyunk, mert így tényleg felkerültünk a futsal térképre, és arra a könyvekben is ott leszünk, tehát a 3. helyzetet ugyanúgy jegyzik. Borzasztó nagy siker ez ennek a városnak is szerintem, mert ilyen még nem volt, és rendkívül jó volt látni, hogy ennyien kijöttek és megtöltötték szinte az arénát. Ezt külön köszönjük a szurkolóknak, mert nagyon nélkülük nem sikerült volna. A bajnoki címet a Haladás VSE szerezte meg, miután a döntőben 3-1-es összesítéssel múlta felül a Kecskemétet. A Nyírbátor az alsóházi rájátszás megnyerve a 7. helyen végzett az NB1-ben. A nyíregyházi légiósok hazautaztak, a többiek is szabadságukat töltik. A felkészülést július 2. hetében kezdi el az A-stúdió Nyíregyháza. Kedves nézőink, híradónk végén jöjjenek főbb híreink még egyszer röviden. Mikro- és kisvállalkozások, középvállalkozások mellett a nagyvállalatok is pályázhatnak a munkaerőfejlesztésre a 2027-ig tartó GINOP Plus projekt keretében. A 70 milliárd forintos keretösszegből a munkavállalók akár 18 hónapon keresztül részesülhetnek bértámogatásban és szakmai képzésekben. A pályázat részleteivel kapcsolatban a Vármegyei Kormányhivatal munkatársai fórumot tartottak Nyíregyházán. Felavatták Lónyai Menyhért szobrát Tuzséron. A kiegyezés után pénzügyminiszterként, majd miniszterelnökként tevékenykedő politikus sok szálon kötődött a településhez. Bronzból készült egész alakos szobrát a Lónyai kastély közelében kialakított parkban helyezték el. Sport történelmet írva bronzérmet szerzett az NB1-ben az A-stúdió futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese a 3. helyről döntő párharcban 3-1-re múlta felül a Berettyóújfalut. Az aranyérem a Haladás VSE csapatáé lett, a 2. helyen pedig a Kecskemét végzett. A Nyírbátori SC a 7. helyen zárta az idényt. Május 31-e van, pénteken, a tavasz utolsó napja. A Kölcsey Televízió híradóját látták, ne felejtjék, szombaton Krónikával, vasárnap pedig a Gazdasági Héttel várjuk Önöket. Friss hírműsorral pedig legközelebb jövő hét hétfőn este jelentkezünk, és várjon Önöket a weboldalunk is, ahol folyamatosan frissítjük a tartalmat. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, hétvégére jó pihenést, viszontlátásra!
Szombaton az erőteljes gomolyfelhő képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, több helyen várható zápor, zivatar, délutánra 24-26 fokig melegszik fel a levegő, vasárnap gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk, csak néhol valószínű zápor, zivatar, napközben pedig 23-25 fokot mérhetünk vasárnap.